2014-ben a Gyula Göndöcskert és környezetének integrált fejlesztése nevű projekt keretén belül felújították a művelődési házat, a Vigadót, a Kohán képtárat és a Volt Népkertet, amihez a forrást az EU és a magyar kormány biztosította, közel 1 milliárd forintos összköltséggel. A sokszor átalakított, bővített Vigadó épülete az eredeti funkciót és építészeti megoldásokat szem előtt tartva a modernkori igényeknek megfelelően lett felújítva. Az épület központi magját alkotja a több mint 8 méter belmagasságú 300 férőhelyes rendezvényterem, mely az átalakítás után hűen tükrözi a század elejé polgári milliót. Az épület nagy termét egy hangulatos, üvegezett folyosó öleli körbe. Erre a folyosóra nyílik a büfé és egy körülbelül 150 négyzetméteres terasz, ahonnan csodálatos kilátás nyílik a felújított Göndöcskertre. A Vigadó épülete akadálymentesített. A fejlesztés keretében helyreállították a göndöcskerti zenepavilon mását. Az 1936-ban készült terveket alapul véve az eredeti fémszerkezet helyett fából készült az építmény. A kb. 20 négyzetméteres zenepavilon élőzenei rendezvényekre alkalmas. A parkot déli oldalról határoló Göndöcs utcáról nyílik a felújított játszótér, mely bővítésre került több elemmel, úgy mint kötélpiramissal, egyensúlyozó elemekkel, 24 méter hosszúságú kötélcsúszdával és egy labirintus játékkal. A víztorony melletti szegletben alakítottak ki egy rendezvényteret, amely alkalmas nagyméretű rendezvénysátrak fogadására is. A terület jellegzetességét a nagyméretű, szabálytalan terméskövekből gyephézagosan kialakított kőlabirintus adja. A beruházás keretében a korabeli múzeumi épület visszakapta eredeti funkcióját, megvalósult a meglévő épület felújítása és átalakítása kiállító térré. Ez szolgálja a kb. 250 négyzetméter alapterületű új korszerű kiállítási csarnok hozzákapcsolása is. Az átalakítás során a meglévő épület külső kialakítása a felújítással megmaradt. A monumentális Kohán képek bemutatására új épület épült, amely a meglévő L alakú épület öbléhez kapcsolódva lett elhelyezve. A múzeumban az állandó Kohán kiállítás mellett lehetőség van időszaki kiállítások prezentációjára is. A beruházás egyik legfontosabb eleme a 70-es években épült művelődési központ épületének felújítása volt. A felújításnak köszönhetően megvalósult az épület külső nyilászárójának hőszigetelt nyilászárókra történő cseréje, a külső homlokzat hőszigetelése és új színezéssel a környezetbe illeszkedő struktúrájának kialakítása. Mindemellett az elavult gőzfűtést központi fűtés váltotta fel, valamint a színházterem szellőző és klimatizáló rendszerét is felújították. A művelődési központban az 500 férőhelyes színháztermen kívül több különböző nagyságú terem van kialakítva. A kisebb termek oktatás, tárgyalás céljára használhatóak, a nagyobb termek kb. 30-50 fő befogadására alkalmasak, előadások és konferenciák számára ideális helyszínt biztosítanak. Gondolva a fiatalabb korosztályra is egy komolyabb játszóház kialakítása valósult meg, mint egy 60 négyzetméteres terület része. A játszóházhoz tartozik egy játékbarlang, gyermekpihenő, saját mosdó, trón és egy foglalkozó hely, amely fel van szerelve játékokkal és kreatív eszközökkel.